Most pedig ismerkedjünk. Hogy megy a másodon, és mondom neki, hogy de jó ez a nadrág, főleg aki benne van. Ugyanezt mondom neki, hogy tetszik a nadrágod esetleg, de az gondol egyet, rám vigyorog, és beér, és elmegy. Ez körülbelül egy ismerkedés. Én nem vagyok az a típus, aki oda megy bárkihez is, és kimutatja, hogy hú, most nagyon tetszel. Vagy... Hát ilyen, hogy merő szöveg ilyen nincs engem. Én szeretem, hogyha valaki őszinte, természetes, és hát... Többnyire, hogy diszkóba is szoktam ismerkedni, de nem nagyon járok diszkóba, de ha járok, akkor esetleg megismerek valakit, de nem én kezdeményezek. Nyáron lehet a legkönnyebben ismerkedni. Nyáron ismertem meg most a legtöbb barátomat, és nem tudom, ilyen ideális ismerkedés szerintem nincsen. Mindenki a saját egyénisége szerint ismerkedik. Szerintem a mostani lányok nem olyanok, hogy egyből rátérnek a simogatás meg a csókoló. Nem a lányok voltam rátérni. Értem én, de nem nagyon mennek bele még, szerintem ennyi idő alatt. Nekem elkezd valaki menő dumázni, akkor mondom neki, hogy jó, akkor most mutasd az igazi énedet vagy. Tehát szóval nem, úgy mondom, hogyha valaki elkezd menő dumázni, akkor nem az igazi ényét mutatja, nem fel akar vágni, és azt nem szeretem, hanem azt szeretném, hogyha megtudom, hogy ő most kicsoda. Azt mondom neki, hogy ne arra, hogy én csak táncolni akartam, és nem akarok semmi komolyabbat. Megmondom neki egyenesen, őszintén, és akkor így nem lesz, talán nem sértődik meg. Én, hogyha meg akarok valakit ismerni, akkor azt megismerem, akkor mindent megteszek azért, hogy megismerjem. Én mondjuk lazább stílus vagyok, mert szoktam én is kezdeményezni, de általában a fiúk. Azt hiszik a férfiak magukról, hogy ja, most én vagyok itt a királyfi, és akkor a királynak engedelmeskednie kell. Akik mindent szóval mondok. És... Ne az legyen, hogy én most én nekem kell elmondani, hanem én először megkérdezném, hogy most mondd el, légy szíves rólam, hogy mi a véleményed. És akkor hát nem tudok mondani semmit. Szerintem addig a határig lehet magunkról beszélni, amíg úgy érzem, hogyha véletlenül ez a kapcsolat nem jönne össze, akkor nehogy meg tudjon bántani, vagy leégetni mások előtt. Hát egy csók nem dönt el mindent szerintem egyáltalán, mert az akármikor jöhet, az csak úgy jön magától, aztán nem is mindegy, hogy mikor. Szóval ugye azért egyből nem, hogy lerohanom, aztán kész, vagy ő. Mondjuk hát mégis először meglátom és külsőre, hogy tetszik, és mondjuk odáig jutunk, hogy már az ismerkedés szintjén, akkor azért a belső tulajdonságból mondjuk azért kimutassa, hogy ő milyen. Én nem vagyok egy olyan nagy menő, meg ilyen nagy képű, meg ilyesmi, de azért lehet, hogy oda jönnének hozzám is. Én az akarok lenni, ami vagyok, hogy amilyen vagyok. Én más nem akarok lenni. Hát akkor is. Ilyennek kell elfogadni. Én maradok, ami vagyok. Nekem ez tetszik, ha valakinek nem tetszik, akkor nem néz rám, akkor sajnálom.